Átérzi, hogy milyen állapotok uralkodnak Kerecsenden, kezdte a beszédét Juhász Oszkár Gyöngyöspata polgármestere. Úgy fogalmazott, békés, becsületes életek mennek tönkre azzal, hogy kifosztják a házakat, telkeket. És az az ember, aki becsülettel ledolgozta a munkás éveit, nem tudja nyugalomra hajtani a fejét manapság, azért, mert a saját házában sincs biztonságban. Sokan csak a jogaikat ismerik, a kötelességeiket nem. Félresiklott valami az országban, hangsúlyozta Juhász. Azt mondta, egyszer betelik a pohár. Zagyva György Gyula, a Jobbik országgyűlési képviselője szerint a bűnözés és a terror települése lett Kerecsen. Aki nem tud beilleszkedni, fel is út, le is út, mondta Zagyva. Ha ezt nem értik meg, akkor bele kell verni a fejükbe, hangsúlyozta. Mirkucki Ádám országgyűlési képviselő azt üzente a romáknak, nem a Jobbik hangolja ellenük a társadalmat, hanem bűnöző társaik. Ő is beszélt a roma vezetők és a település vezetőinek felelősségéről. Schneider Tamás szerint az ilyen demonstrációkkal arra hívják fel a figyelmet, hogy elfogyott a türelmük. Ezt üzente a belügyminiszternek is. Nonsensnek tartja, hogy azzal tudták a településre csábítani a rendőrséget, hogy a Jobbik járkálni kezdett Kerecsenden. Schneider azt is kiszámolta, mennyibe kerül a kerecsendieknek ennek a rétegnek az eltartása. 60-70 millió forintos tartozást halmoztak fel azok a családok, akikre, ahogy itt elhangzott, és ennek konkrét adatai is megtalálhatóak, 100 milliókat költött az előző szocialista kormányzat a felzárkóztatás véget. Kérem szépen, és nyilván ezt a 60-70 millió forintot itt a helyi lakosok fizetik ki. Úgy számol, országosan 100 milliárdokról beszélhetünk. Zéró toleranciát hirdetett és a csendőrség felállítását sürgette. A beszédek után a Jobbik végigvonult Kerecsend főutcáján. A kerecsendi vonulásos demonstráció után Kisnánára mentek, ahol gyertyát gyújtottak a közelmúltban meggyilkolt idős asszonyháza előtt.